Üdvözöllek! Bár a Photoshop-val tulajdonképpen mindenféle képi effekt megvalósítható, nem mindig van kedvünk, időnk, vagy hogyha éppen valaki még nem túl régóta ismerkedik a Photoshop-val, akkor esetleg annak még a tudása sincsen meg ahhoz, hogy egy bonyolultabb vagy egy jobb effektet megvalósítson egy képen. Szerencsére ilyenkor sincsen probléma, ezt nagyon egyszerűen pótolhatjuk. Gyakorlatilag egyetlen klikkel megvalósíthatunk egy nagyon látványos, egyébként jó néhány műveletből álló effektet is. Hogyha rákeresünk arra, hogy Free Photoshop Actions, vagy arra, hogy Free Photoshop Effects, két F-fel, akkor egy csomó ilyen kész effektet találhatunk, amit tulajdonképpen egyetlen klikkel végre lehet hajtani egy képen, itt van például 500. Ezeket actionnek nevezzük a Photoshopban. Tulajdonképpen ez egy ilyen művelet sorozat, egy vagy rengeteg műveletből is állhat éppen. Ezeket a művelet sorozatokat úgymond fel lehet venni, lehet őket rögzíteni, majd később egy tetszőleges képen le lehet játszani, végre lehet hajtatni az adott képen. Ebből kiindulva megtehetik mások is azt, hogy valamilyen effektet előállítanak, és annak a lépéseit rögzítik egy ilyen actionben, amit aztán később közzé tesznek. És hát annak itt van az eredménye tulajdonképpen. Persze ilyen effekteket nem csak ilyen action formájában tudunk beszerezni, hanem pluginok, tehát ilyen kiegészítő kisebb programok formájában is, de azok elég gyakran több beállítást kívánnak meg, ezzel szemben az actionök tényleg gyakorlatilag egy klikkel végrehajthatóak. Tehát most ilyen actionöket néznénk meg, hogy ezt hogyan kell használni. Szóval, hogyha rákerestél, akkor hát itt van egy csomóféle találat, action, meg itt is. Ez egy ilyen gyűjtő oldal, amit én már meg is nyitottam itt, de egyébként hát látható van itt egy csomóféle, rengeteg ingyenes ilyen actiont találhatsz az interneten. Ezeket le kell tölteni, majd betölteni a Photoshopba. Hát most itt vagyunk, innen kiválasztok egyet tetszőlegesen, mondjuk ezt. Szerencsére nem kell regisztrálni sem, csak free download, és akkor ezt már is vihetjük. Hát itt egy picit várni kell, kapunk egy hirdetést az ingyenességért cserében, de ezt a pár másodpercet ezt meg lehet várni. Letöltődött egy zip fájlban, amint az látható. Itt van, és akkor hát ezt ki kéne tömöríteni. Amit érdekes, az az ATN kiterjesztésű fájl, meg itt van egy ilyen útmutató is, de hát ez most nekünk nem nagyon kell. Ezt ki kellene tömöríteni. Szerencsés esetben a Photoshop fel is ismeri, amint látható, itt van egy ilyen ikon neki. Hogyha ezt dupla klikkel megnyitjuk, akkor be kéne töltődnie a Photoshopba. Hát most nagyon nem látszik semmi, de valójában végrehajtotta. Nekem itt van ez az ikon, ezzel lehet megnyitni. Ott van, hogy Actions, ki is írja, de hogyha ez itt nem lenne látható esetleg, akkor Window, és itt van, hogy Actions. Itt látható van egy csomóféle, van ez a default actions, mappákba is lehet szervezni, mint látható, de ha ide kattintunk, akkor ez felcsukódik, ezzel ki lehet nyitni. És itt van egy új, amit most én betöltöttem a Photoshopba. Ez is egy mappában van, ezt is fel lehet csukni, vagy le lehet nyitni. Ebben van többféle, tehát egy ilyen action, egy ilyen ATN fájl tartalmazhat több ilyen műveletsorozatot, és ezeknek nyilvánvalóan más és más lesz az eredményük. Ha szeretnénk egyet végrehajtani egy képen, akkor csak ki kell választani, de nem a mappát nyilván, látható nem is aktív a gomb, hanem valamelyiket, amelyik előtt ilyen jobbra mutató háromszög van. Kiválasztottam egyet, rákattintok erre a playre, és látható, hogy már is végrehajtotta. Egy picit ezt itt átméretezném, és látható, itt létrejött egy új mappa. Maga az effektünk, az tulajdonképpen itt van. Szerencsére ez nem bántotta az eredeti gépet, ezt ha kikapcsoljuk, akkor gyakorlatilag az eredetit visszakapjuk, ezt ki is lehet törölni. Így tényleg visszanyerve az eredeti képet. Kiválasztottam egy másikat, és akkor azt is nézzük meg. Hát ez pedig így néz ki. És azért eléggé látványos képeket lehet előállítani ilyen actionökkel, és tényleg csak gyakorlatilag egyetlen klikkel ezt meg lehet oldani. Előfordulhat esetlegesen az, hogy neked ez így nem működik, tehát nem tudod így betölteni. Ilyenkor sincsen probléma, letöltünk itt most egy másikat. Mondjuk legyen ez. Free download. Megint egy kis reklám, ezt megvárjuk, és akkor letöltés, ezt is ki kellene tömöríteni. Ebben is van egy ATN fájl, ebben éppen nincs is más, és akkor nem itt elindítva megnyitva az ATN fájlt, hanem itt az Action palettán van itt ez a gomb, és itt van, hogy Load Actions.
Itt be kell tallózni. Egyébként látható, hogy a Photoshop mappáján belül van ez a preset, azon belül pedig az Actions. Tehát ideálisan tulajdonképpen ide volna célszerű bemásolgatni ezeket az ATM fájlokat, de hát máshogy is megoldható. Szóval akkor ki kéne keresni a gépünkről, és itt van ez a Retrocolor Action. Dupla klikkel megnyitom, és rögtön itt megjelent, úgy, mint az előbb pontosan. Tehát, hogyha éppen nem töltene be, hogyha megnyitott valamilyen fájlt az előben, akkor így is működhet. Lenyitom, mert ugye ez egy mappa, és ebben van a konkrét action. Elindítom. És hát ez így néz ki. Időnként megesik, hogy valamilyen üzenetek, hiba üzenetek, vagy egyéb dolgok jelennek meg, vagy éppen esetlegesen nem is tud végrehajtódni valamilyen okból egy-egy action. De most szerencsére ezek hiba nélkül lefutottak, és hát tulajdonképpen ennyi, amint látható, ráadásul itt még az eredeti kép sem sérült, úgy tűnik, mert mindent egy külön mappába tett. Ez az action. És hát látható, hogy ezért tényleg eléggé látványos dolgokat lehet ezzel megoldani. Ha pedig szeretnéd ezt saját magadtól megoldani, akkor a videótanfolyamon találsz oktató videókat. Itt a grafika Photoshop kategóriában, hát nem csak Photoshop, hanem GIMP, az ugye egy ingyenes grafikai program, CorelDRAW, az pedig vektorgrafikához, vagy éppen az Illustrator, az is vektorgrafikához, az InDesign meg a kiadvány tervezéshez. És ahogy mondtam, interneten rengeteg ilyen kész action-t megtalálhatsz, viszont némelyiknél előfordul, hogy a végrehajtása az nem teljesen tökéletes, tehát amikor itt elindítod, akkor hibákat ír, vagy nem is tud végrehajtódni, hát ez megesik.